Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágy a neve. Arra van egy kihíd rakva, kilenc lyukra van állítva. Azon jár át gulya mínös, csikaus gulyás, jaj, de kínes. Cipra szír van a nyakába, a babája a csárdába. Hortobágynak vize széke, és pejhovam ne fétíle. Holnap reggel 8 órára, vigyél által a csárdába. Csárda előtt kis pejhovam, gödröt vágott maga elé. Rúgvá kapál ágaskodik, a gazdája jó bort iszik. Egyik iszik a medgyesbe, a másik a cserepesbe. A morgóban gulya mínes csavargóban. Ha felülök a fekete halomra, onnan nézem melege a gulya. Parancsolom hajtáromnak, Pistának, csapja meg a bal szárnyát gulyámnak. Megcsapta a bal szárnyát a gulyámnak, mindjárt látom, híja van a marhának.
De ki kell gyölennék a kofő, ilyen fejű lányok mondok itt meg egyszer. Rendezvény megnyitójával folytatnánk. Felkérném Fülöp Bernadettet, a Hortobágyi Természetvédelmi és Gémmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Bodó Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét, Jakab Ádámurat, Hortobágy község polgármesterét és Kapocsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatóhelyettesét. Tartsák meg köszöntőjüket, illetve nyissák meg a rendezvényt. Köszönjük szépen, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket, kedves vendégeink, és engedjék meg, hogy külön köszöntsem Bodó Sándor, mögöttem országgyűlési képviselőt, aki megtisztelt minket jelenlétével. Hortobágy örökös pásztorait mindenképpen kiemelten szeretném köszönteni, és társszervezőinket, Jakab Ádám, Hortobágy települési önkormányzat polgármesterét, és Kapocs Istvánt, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság képviselőjét, akik a Daru Fesztivál programjaiban és a színvonalas kézműves vására évről évre hozzájárulnak ahhoz, hogy sokkal szívesebbé tegyék ezt a behajtási ünnepséget. Nagyon hálás vagyok az itt felsorakozó pásztoroknak, számadóknak, csikósoknak, újásoknak, juhászoknak, akik egész évben őrzik a jószágokat, és több mint 7000 hektár legelő minden szegletet bejárják, mindezzel hozzájárulva a hagyományos legeltető állattartás és ezáltal a pásztorkultúra fennmaradásához. A Hortobágyi Nonprofit Kft. Nem egy szokványos közfeladatot ellátó gazdasági társaság. A napi feladatellátáson, az állattenyésztésen, a több ezer állat legeltetésén, a számukra szükséges téli takarmány előállításától túlmutat a feladatunk. Nagy gondossággal őrizzük azt a kulturális örökséget, amit ezen emberek munkájának köszönhetünk. Az itt élőknek magától értetődök mindez, természetes. Nekünk pedig feladatunk az, hogy vigyázzunk pásztorainkra, és szélesebb körben felhívjuk a figyelmet erre a kulturális örökségre. A puszta a világörökség része, de kultúrtáj kategóriában. Tehát a táj maga, az csak az emberrel való együttműködésnek köszönhetően nyerhette el ezt a címet. Ehhez pedig az itt jelenlévő és a Hortobágyon található összes pásztor ember hozzájárult. Ezen felül tavaly a szellemi és kulturális örökség nemzeti jegyzékére is felkerült a hortobágyi pásztorok hagyományos tudása. Tehát nemzetközi és hazai szinten is újra és újra elismeri ezt az örökséget, ezt az ősi tudást. És önök is, akik évről évre többen jönnek el rendezvényeinkre, ennek talán az is a magyarázata, hogy mindannyiunk egy kicsit távol került a természettől a rohanó világban, és minél távolabb kerültünk a szabadidőnkben, annál inkább szeretnénk egy kicsit közelíteni hozzá. Ezen az ünnepségen ennek a csodálatos örökségnek az eszenciáját tapasztalhatják meg ezen az egymás munkában. Köszönettel tartozunk tehát pásztorainknak, a tenyésztésben dolgozó kollégáknak, a Hortobágyi Nonprofit Kft. Minden dolgozójának és azoknak is, akik ezekben a percekben kint vannak a legelőn a jószágokat őrzik, hogy ezt a csodát lehetővé teszik, hogy évről évre ide az önök elé tárul.
Most egy különleges helyszínen vagyunk a Mátai Vénesben, nem a megszokott Pásztor Múzeum, Borkovágy folyó és vásárkányozó emlésében, és ezért azt az ikonikus helyszín, a hídon való áthajtást ugyan nélkülöznünk kell, viszont készültünk azért felejthetetlen élménnyel, mivel a Vénes telephelyén vagyunk, így be fogjuk hajtani, vagy csikósok be fogják hajtani a Ménesnek egy részét, úgyhogy amikor a pásztorok elvonulnak, akkor mindenképpen maradjanak még itt, és gyönyörködjenek ebben a látványban. Kívánjanak pásztorainknak rövid teletjószágaikkal, sok szaporulatot, borjút, báránycsikút, és tavaszra a kihajtás idejére pedig gazdag legelőt. Érezzék nagyon jól magukat, töltődjenek fel, szívják magukba ezt a kulturális örökséget, és jöjjenek vissza a hétköznapokba is hozzá egy Portobágyra. Köszönöm szépen, nagyon jó szórakozást kívánok! Urat, kérnék meg a köszöntse a összegyűlteket. Köszönöm szépen, jó napot kívánok én is kedves mindnyájuknak. Azt kell mondjam, hogy felejtetlen élmény ez a mai nap. Nem a megszokott helyszínen vagyunk, de én hiszem, hogy a látvány, a hangulat, a kedvesség mindenért kárpontol. Igazgatóasszony elmondta, hogy építkezünk, ezért most talán egy kicsi bonyolultabb az élethelyzet itt a Hortobágyon, de higgyék el, hogy néhány hónap múlva, reméljük a kihajtás környékén, egy olyan élményben lesz részük, ami mindenért kárpótol majd bennünket. És hát itt van a mai napnak a különlegessége, a behajtás, és ez az ízelítő, amit a Hortobágy világából hoztunk. Ezt valóban egy ízelítő, hiszen ettől sokkal több állam, sokkal több embernek a munkája van mögöttünk, de hát ugye mindenki nem jöhetett el. Annak viszont nagyon örülök, hogy a közösség szép számmal megtisztel bennünk. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen a hétköznapi világban azért fáradtságos munka zajlik itt. Fáradtságos munka, sok nehézség, van, mikor nagyon meleg van, mikor nagyon hideg van, és hát jól esik ki ez a törődés, a közönség, az önök részéről az itt dolgozóknak. Magam is csak azt tudom kívánni a kedves jelenlévőknek, hogy legyen sok ilyen közös találkozó alkalom, mert ez erősít bennünket. Erősíti itt dolgozókat, erősíti a pusztát, a Hortobágyot, és hiszem, hogy önöket erősít, kedves közönség. Talán ezt a bölcsességet már itt említettünk több alkalommal, de nem lehet elégszer elmondani, hogy Hortobágyon a környezet az nem díszlet, hanem maga a valóság. Erre a valóságra kell vigyázni, ez a felelősségünk, és köszönöm, hogy önök is ebben közreműködnek. Köszönöm szépen! Köszönjük szép szervezőit, hogy köszöntse a nézőket. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm vendégeinket. Egy évvel ezelőtt a behajtási ünnep adott alkalmat arra, hogy megnyissuk azt a jubileumi évet, ami a Hortobágyi Nemzeti Park 50. évfordulóját ünnepelte. Ez pedig az az alkalom, amikor a nagy közönség számára zárjuk ezt az esemény sorozatot. Számos olyan rendezvény van mögöttünk, ami mind a nagy közönség, mind a szakmai közönség számára érdekel, nagy érdeklődést mutatott. Én azt látom, hogy idén a természet is segített megünnepelni a jubileumot, az 50. évfordulót. Nem kell mást említenem, mint azt, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park címermadara, a Daru, minden várakozást felülmúlva több mint 194 000 példánnyal van jelen most a Hortobágyon. Ez a behajtási ünnep a számadás napja is. Most részemről ez volt a számadás. Várjuk önöket a Daru ünnep programjain. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szót! Igen, tisztelt ügyvezető asszony, képviselő úr, igazgató helyettes úr, örökös pásztoraink, pásztoraink, kedves nézők, kedves jelenlévők, sok szeretettel üdvözlök mindenkit Hortobágy Község Önkormányzata nevében.
hatalmas, hogy megtisztelte is most itt, ezen a pódiumon állni, és megmondom őszintén, nehezen találom a szavakat. Nehezen találom a szavakat azért, mert az előttem szólók páratlan mondatokat adtak és jellemezték ezt a rendezvényt, és azért találom nehezen a szavakat, mert ennyi embert utoljára talán a lovasnapon láttam, és nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy ennyien megtiszteltek bennünket ezen a rendezvényen, hiszen fontos az nekünk településlakóknak is, illetve a pásztoroknak is. Ez egy remek alkalom arra, hogy megmutathassuk az, amire büszkék vagyunk. Így hát nem maradt más, csak hogy köszönetet nyilvánít csak mindazoknak, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre, a Hortobágyi Non-Profit Kft., a Hortobágyi Nemzeti Parkot, Hortobágy Községi Önkormányzatát. Ezeknek a szervezeteknek köszönöm valamennyi dolgozójának a helytállást és a nagyszerű szervezést. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot kívánok mindenkinek! Kiterné Perde Sarolta, Perde Sándor, Rákolti István, Máté Miklós és dr. Jambrik János. A Bárándi Citra Együttes néven 1998-ban alakultak, 2005-ben Bárándi Citerás Egyesület néven egyesületként működnek tovább. Az együttes rendszeres szereplője a helyi, környékbeli, megyei, regionális és országos rendezvényeknek, népzenei találkozóknak. Tízesztendős tevékenységük alatt az amatőr népzenei mozgalom legmagasabb díjait érdemelték ki. Az együttes szakmai munkáját a Magyar Kórusok és a Zenekarok Országos Szövetsége Arany Páva díjjal ismerte el, a Vas Lajos Szövetség pedig Vas Lajos nagydíjat ítélt oda két alkalommal is az együttesnek. 2012-ben pedig a Hajdubihar megye Prima Primissima díját is elnyerték. Hallgassuk tehát a Bárándi Citra együttes köszöntő énekeit.